Köszöntöm nézőinket, önök Telena magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Nem lehet bevinni bármilyen tárgyat szeptembertől. Korlátoznak az iskolákban. Ki a legjobb halétel? Versenyt tartottak Faddomboriban. Strandröplabda verseny. A megmérettetést a Vitásport és Szabadidő Egyesület szervezte. Egy új rendelet tervezet szerint 2024. szeptember 1-től a nevelési intézményekben korlátozhatják és tilthatják bizonyos tárgyak használatát, egyes eszközöket pedig az épületekben sem szabad majd bevinni. A cél az erőszakos cselekmények megelőzése, valamint a tanulók testi-lelki egészségének megóvása. Tolnaiak véleményét kérdeztük. A tiltott tárgyak között szerepel vágó, élő, szúró vagy vágóeszköz, rugóskés, gázspré, elektromos sokkoló, de az alkohol, a dohánytermékek és az energiaital is a listára került. A használatban korlátozott tárgyak közé tartoznak a telekommunikációs kellékek, különösen a mobiltelefonok, valamint az internet elérésre alkalmas okoseszközök. Ezeket tilos lesz használni az általános iskolákban, valamint gimnáziumokban, szakgimnáziumokban egész tanítási nap, a kollégiumokban a foglalkozás idejében, az alapfokú művészeti iskolák és a szakiskolák minden év folyamán, szintén a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt. Takács Zita, a Vosinszky Mór általános iskola intézmény vezetője elmondta, ők már egy ideje szabályozzák a mobiltelefon használatot, meg is vannak rá a saját módszereik. Hát nálunk az iskolában eddig is a házi rendelő írta, hogy reggel a gyerekeknek az okostelefonjaikat le kellett adni. Ezt a hetes gyűjtötte össze, minden osztálynak van egy saját kis kosara, amiben a telefonokat elhelyezték, és első óra előtt a nevelőszobába azt leadták. És a gyerekek úgy jutottak hozzá, hogy amikor vége volt a tanításnak, akkor jönnek a tanári szobába, bekopognak, és az ott lévő nevelő kiadja azt a kosarat, és ott kivehették a saját telefonjukat. Nálunk évek óta ez már így működik, a házi rendünk is leszabályozta, nem volt ezzel a szülőkkel, tehát hozzám érkezett probléma ezzel kapcsolatban nem volt, mert arról is tudomásunk van, hogy van azért, aki ezt a rendszert kijátsza, ugyanis már mondtam, említettem, hogy mi gyerekek táskájában nem gyúlunk, tehát mi azt nem ellenőrizzük, hogy valóban leadta a telefonját, vagy nem történt olyan praktika, hogy két telefont hozott, az egyiket látványosan leadta, vagy odaadta olyan társának a telefont, akiről tudjuk, hogy nincs nála, és akkor ő mondta az, hogy nézzük meg a táskáját, vagy ő maga is kipakolta, és valóban ott nem volt telefon, hiszen addigra már másnál volt. Úgy gondoljuk, hogy az iskolában napközben telefonhasználatra nincs szükség, hiszen bármi történik a gyermekkel, akkor a szülő elérhetősége a kréta naplóban megvan, és a szülőt ugye rögtön fogjuk értesíteni. A napközben pedig az iskolai feladat megoldáshoz van szükség rá, akkor eddig is volt arra lehetőség, hogy a kolléga bevitte a telefonokat, és azzal oldottak meg mondjuk egy interaktív feladatot. Más egyéb okos eszközt, tabletet, notebookot nem jellemző, hogy az általános iskolás korosztály legalábbis nálunk nem hoz be, még ami előfordul, az az okos óra. Az okos órát eddig nem szabályoztuk, nem vettük el a gyerekektől, bár már volt olyan tapasztalatunk, hogy azzal is készítettek felvételt, és ez nem is felsőbe, hanem alsóba történt meg. A feladatellátási helyünkön sem működik saját büfénk. Egyedül a Bartók utcában van, hogy a városi sportcsarnok büféje a délelőtti órákban, szünetekben üzemel, és ott a gyerekek tudnak maguknak ételt, italt vásárolni. Eddig is megegyeztünk a szolgáltatóval, hogy energiaitalt nem árusíthat a gyerekeknek iskolai idő alatt. Szúróvágó fegyverekre, ugye mi reggel nem nézzük át a táskákat. Ha tudomásunkra jutott bármilyen olyan, ami sérülést okozhat eszközt, akkor természetesen behívtuk a gyereket, kértük, hogy vegye elő a táskájából, vagy adott esetben a szülőt kértük meg, és az elmúlt évben már két telephelyünkön is, a Kossuth 10-ben és a Bartók 23-ban iskolaőr is szolgálatot teljesít, tehát őt is kértük ezekhez. A rendszer természetesen átjátszható, és ugye mi nem egy börtön vagyunk, tehát itt motozás nincs.
Az okostelefonok használata már a hétköznapjaink részévé vált. Ebbe a tevékenységekbe az újabb generáció egyszerűen beleszületik, és az oktatási intézményekben is egyre többször előkerül a táskákból. Tolnaiak többsége egyetért a kommunikációs eszközök kizárásával. Én azt gondolom, hogy ez nagyon helyes lenne. Meg a mobiltelefon. Jó, a gyereknek legyen otthon mobiltelefonja, használja mindent, de az iskolákban szerintem ez nem helyes. Mert szerintem az iskolában tanulni kell, nem ez a megoldás, hogy ottan egész nap a telefont nyomkodják órákon, és ez rendszeresen zavarják vele az órákat a legtöbb iskolában. Mert valóban hátráltatja, teljesen online térbe élnek, léteznek, és nem igazán vannak emberi kapcsolataik, csak online. Hát én helyesnek tartom, meg nem is engedném, hogy vigyenek a iskolába mobiltelefont. Szerintem jó döntés mindenképpen, bár annak ellenére, hogy mondjuk én is sokat használom, mert a munkámhoz kötött, de szerintem jó döntés. Valamiben lehet, hogy kell a telefon, meg amilyen világ, irányba halad a világ, de biztos, hogy korlátozza. 7 gyermekesként nagyon helyesnek tartom, mert az iskolában mással foglalkoznak a gyerekek, nem pedig azzal, amivel kell. Szünetekben nem tudják elfoglalni magukat, hogyha nincsen náluk telefon. Én úgy gondolom, hogy egy jó ötlet. Nálunk 12 éves kor alatt nem volt eddig telefon, tehát akkor is csak utána, hogyha elment középiskolába, de nem kapta meg. 14 éves kortól volt telefon, mert ugye lemarad a többiektől, különben sajnos a híradás technika világában ez nehéz dolog. De úgy gondolom, hogy rátermettebbek lesznek ettől a gyerekek, mert nagyobb az önállóságuk 14 év alatt, hogyha adunk neki egy telefont, 90%-ban elvesztjük a gyereket. Tehát nem a családba éri, hanem a telefonon éri világát. Én úgy gondolom, a telefon az telefonálásra jó. Sajnos most már hozzátartozik a hétköznapjainkhoz. Különböző portálokon megosztanak dolgokat, illetve azon társalogjanak egymással. Sajnos a reklámvilágában élünk, tehát ezzel lehet irányítani az embereket. Én csak támogatni tudom. Annyi időt elbírnak telefon nélkül. Ez az én véleményem. És egyébként mi a tapasztalata, akár nem tudom, hogy a családban van fiatalabb, vagy nála kicsit még idősebb generáció, aki már így esetleg sokat nyom? Vannak, de őnekik a szüleik eléggé bekorlátozzák, csak bizonyos időbe. Van telefonjuk, hogy a szülők elérjék, de nincsen ilyen internet meg egyéb hozzáférésük. Uh-huh. Egy 8 meg egy 11 évesnek, a 3-nak meg még nem kell. Amikor sajátot kaptak, hát körülbelül olyan 6 éves kortól. De mondom csak arra, hogy a szülők el tudják érni, meg ők haza tudjanak telefonálni, ha baj van. De nincs rajta internet. Van benne sok igazság is, mert én úgy gondolom, hogy azért a gyerekek nagyon elmentek a technika irányába, de azért az egy jó dolog, hogy segélyhívásra használhatják majd. Akadt azonban ellentétes vélemény is. Nem értek vele egyet, hadd vigyék. Gyerekek, hadd vigyék. Hát. Akármilyen baj előfordulhat, vagy szülők kapcsolatot tartani velük, azt hagynám a telefont a gyerekeknek. Aki tanulni, az tanul, az nem telefonálott az iskolába, az egyértelmű. Tanároknak nem teszik, vagy mit tudom én, valami hasonló lehet csak. A rendelet szerint a kellékeket a tanítási nap kezdetén le kell adni, és elzárt helyen kell tárolni. A tervezet szerint a leadott tárgyat az átvétel időpontja szerinti állapotban kell visszaadni. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703.
A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443 215. Immár 37. alkalommal rendezték meg Faddomboriban a hangulatos Altaripa halfőző fesztivált. Remek atmoszféra, jókedvű társaság, csodás illatok és kitűnő ételek fogadták az érdeklődőket. Koncz Tamás évekkel ezelőtt Bajor Lászlótól vette át a nemes szervezői feladatkört. Minden évben teljes erőbedobással ülnek ki a rendezői munkának, két barát segítségével. A kezdetben kis létszámú társaság megmérettetése mára már fesztivállá nőtte ki magát. 37 évvel ezelőtt úgy indult, hogy 6 barát állandóan összevitatkozott, hogy kifőzi a legjobb halászlevet Tolnán, és úgy gondolták, hogy lejönnek ide a Dunapartra, megmérettetik magukat, hogy mégis ki a legjobb lé. És akkor ez a 6 fős társaságból duzzadtunk fel egy ilyen majdnem 4 napos rendezvényre. Igen, voltak helyszíni változások is, korábban egy jó pár száz méterrel lejjebbről kezdtük, de hát sajnos itt a vízműnek a terjeszkedése révén feljebb szorultunk egy kicsit ide, de annyira nem is bánjuk, mert ahogy kinőtte magát a rendezvény, így nagyobb területre is volt szükségünk, úgyhogy így összejött a kellemes a hasznossal. Igazából a szolgáltatások, mondhatjuk majd, hogy nem, hogy gasztronómiai rendezvény vagyunk. Ugye az egynaposból lett ez a 4 napos, csütörtökön települ le a társaságnak a nagy része, akkor általában sülteket készítenek, grilleznek, tárcsázunk, a pénteki napon bográcsos ételek vannak, és akkor a szombat a főszerep a halászlé, akkor halat főz mindenki. Az elmúlt években nagyjából ez az átlag 30 bogrács, amivel megjelennek itt a fiatalok, körülbelül annyi szokott lenni a nevezési arány, hogy most az idei ez a kis eső visszaveszi a létszámot, ki fog terülni egy pár óra múlva. Az eső ellenére Wiesberger Tamásék jókedvűen főzték meg a kedvelt halételt. Az elkészítési módszerekbe is beavatott minket. Halászlét főzünk ma, csibiből meg halból. Vegyesen. Birkafej is lesz benne egy kevés. Hát mi így szoktuk, tehát felapítjuk a hagymát, megpucoljuk a hozzávalókat. Ki van már véve a hal egyébként, csak kérdezem. Igen, a hal meg van fogva, föl van dolgozva. Mi a hagymát először feltesszük egy kicsit, megdínszteljük, mi így mondjuk felénk. És alaplevet készítünk. Mi a halnak a fejéből is a hívan alaplevet készítünk, azt jól megrottyantjuk egyszer, kétszer, megvan az alaplé, akkor jöhet bele a hal, gondolom. Felöntjük vízzel, só, bors, paprika, ízesítjük egyébként. És ennyi. Ugye nagyjából ennyi a titka a jó halászlének, szerintem. Én paradicsommal szoktam készíteni, nem mindenki egyébként. De én azt mondom, hogy egy-két paradicsom azért kell vele ahhoz, hogy jó legyen. De ez ízlések is pofonok, ugye, meg attól függ, hogy Szegeden teljesen másképp csinálják a halászlevet. Én ahhoz nem is értek egyébként a szegedi halászléhez. Mi szekszárdi halászlevet főzünk, ez ilyen. Én tésztával szeretem, van, aki kenyére lesz, de a 8 tojásos bajai halászlétészta a legjobb egyébként. Én azt ajánlom mindenkinek. Röviden tömörem. A csapadékos szombati nap szerencsére nem szegte kedvüket a versenyzőknek. Remek halételek készültek, és jó hangulatban telt a főzés és étkezés egyaránt. Strandröplabda verseny tartott Faddomboriban a Vitás Sport és Szabadidő Egyesület. A hűvöskés időt sem bánták a röpisek. Remek hangulatban telt a megmérettetés napja. Thank you.
Vörös Leventével, a Vitásport és Szabadidő Egyesület technikai vezetőjével beszélgettünk a verseny részleteiről. Kitért a sportág jellegzetességeire, és bemutatta nekünk a fedett pályás és a homokos verzió különbségeit is. A mai versenyt amatőr strandröplabda párosoknak rendezzük, női, férfi, illetve vegyes kategóriákban. Összesen három ilyet rendezünk a nyáron, egyet már Szekszárdon a szekszárdi családbarát strand és élményfürdőn megtartottunk, illetve majd augusztusban is egyet fogunk. Ez most a Domboriban a saját pályáinkon rendezett verseny, itt is két pályán játszunk, jó hangulat van, jó meccsek, egy kicsit most esett az eső, de talán elállt és most már ki fog sütni a nap, lehet fürdeni a Hold-Dunában, úgyhogy abszolút egy jó napot kínálunk itt mindenkinek, aki ellátogat hozzánk. Jelenleg két pálya miatt létszámkorlátozásban rendezzük a versenyt, 8-8-8 csapatot engedünk a három kategóriában, úgyhogy most jelenleg a női párosok versenye zajlik 8 csapattal, itt már vannak, akik visszajárnak, vannak, akik a Vitásport és Szabadidő Egyesület utánpótlásából játszanak az amatőr versenyeken is, illetve az utánpótlás versenyeinken is, úgyhogy elég vegyes a mezőny, fiatalok, kicsit idősebbek, akik szeretik a strandröplabda sportágat, itt megfordulnak. Minden verseny különálló, tehát nincsen összefüggés a versenyeink között, úgyhogy mindig hirdetünk egy győztest, egy második, illetve egy harmadik helyezettet, és természetesen ők érem és oklevél díjazásban részesülnek. A strandröplabda a teremröplabdának egyfajta alfaja, illetve a röplabdán belül egy kis szelet. Annyi a különbség a teremröplabdához képest, hogy nem 6 a 6 ellen játszak, hanem 2 a 2 ellen, illetve a pálya is 9x9 méteres térfél helyett, csak 8x8 méteres, így valamennyivel kisebb, a hálómagasság az ugyanaz, férfi és női, viszont ugye a talaj teljesen más, tehát a játék dinamikája azért változik, az ütemeket, ahogy számolják a játékosok, elég eltérő. Úgyhogy főként nyáron játsszák a strandröplabdát, de már Magyarországon is elterjedt, hogy télen, sátorban rendeznek versenyeket, és úgy készülnek, illetve edzenek azok is, akik kifejezetten strandröplabdára szakosodnak. Van olyan, aki csak strandröp is, van olyan, aki csak teremröp is, de a legtöbben itt az egyesületen belül ilyen mix emberek vagyunk, tehát mix játékosok, és játszunk itt is, ott is, nyáron inkább a strandon, télen pedig teremben készülünk a teremszezonra is, illetve hát a strandszezonra is természetesen. A csoportversenyei mindig vonzák az érdeklődőket. A kisé csapadékos szeles nyári napon Domboriban is közel teltházzal zajlott le az esemény. Önök a Tolnatej Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!